Kaszamarton Lajos utak fehér szőnyegén. Ünneplőbe öltözött, szelíd házsorok között követem friss nyomát a hóesésnek. Az úton gondolat szalad, hallom, amint az emberek hívő hangon karácsonyról mesélnek. A roppanó hó dallamában vajudást üzen az esti szürkület. Utak fehér szőnyegén járok, s gondolataim közt viszem az új éneket. Még nem volt elég az útból, még csak pár órás ez a fehér üzenet. Az ünnepből úgy szeretnék megőrizni minden képet, minden múló ütemet. Pilinszky János, a fényességes angyal is. Az égbolt elsötétedett, s akár a végítélet zord fellege tört volna ránk, a föld is oly sötét lett, gyermekszívünk is oly nehéz. A házak, a kertek, az egész törékeny világ, éreztük, velünk reszket. Aztán a roppant csöndön át, puhán és észrevétlen, a hangtalan meginduló és puha hóesésben, akár a fényes pelyhek is, mikor vigyázva földet érnek, a fényességes angyal is, ő is e földre lépett.